Észak-Grönland felé halad az Európát sújtó hőhullám. Az északi vidékeken soha nem tapasztalt forróság van. A Meteorológiai Világszervezet nemrég megfogalmazott aggodalmát a legfrissebb műhold felvételek csak alátámasztották. A hétfőn közölt felvételeken nem csak ez látszik, hanem a Szibériában tomboló erdőtüzek pusztítása is. A bozótüzek miatt a Krasznojarszki területen, Irkutszk megyében és Burjátföld egy részén rendkívüli állapotot vezettek be. A tűzvész füstje Szibéria és az orosz távol-kelet más régióira is átterjedt, felperzselve csaknem 3 millió hektárnyi területet. Ráadásul a tüzet sok helyen nem oltják, mert egy 2015-ben bevezetett szabály felhatalmazza az érintett helyi hatóságokat arra, hogy így rendelkezzenek, amennyiben lakott területek és gazdasági objektumok nincsenek veszélyben, és az oltás költségei meghaladnák az okozott kárt.